Ez a videó nem volt betervezve egyáltalán sem, de úgy éreztem, hogy muszáj lesz szóval beszélnem, mert az, ami ez a csodás játék a School of Dragons-zal történt, szerintem felháborító, hogy fogták, letörölték, és a szerveket is letörölték, szóval hiába töltöd le Google-ről, nem fogsz tudni vele játszani, mert valami bunkó paszt köcsög. Úgy gondolt, hogy töljük le, de a szerveket is, és semmi indok nélkül. Én ezt nem értem, hogy indok nélkül letöltek egy külaszott jó játékot. Jó? Mielőtt folytatnánk a videót, most mondom, én elkoholtát fogok tenni, mivel csúnya beszéd lesz benne is. Folytassuk, szerintem nanos undorító, amit itt leműveltek, az, hogy egyébként egy, hogy ez a telefonos játékok egyike volt, szóval ennél jobb nem lehet, ez egy nagyon jó volt, és nagyon sok ember szerintem közel állt, mint például hozzám, én ezt az első telefonos játékaim között volt, és imádtam. Akárnyiszor csak játszottam, nagyon jó élményekkel lettem tele, és ez egy nagyon jó játék volt, sajnos. Mert nagyon sok volt benne a lehetőség, lehetett benne holgászni, meg társasozni, meg harcolni az ilyeneken kívül, mint amit itt láttok a hátam mögött. Szóval nagyon-nagyon volt a választék. És ez itt is látszik a videóban, csomó társaság, a tökő társaságot gyűjtek össze, és ez annyira rossz, hogy így kointan, nem is tudom mikor indult a játék, de azt hiszem a második innen a sárkányod ősszel együtt indult, és nagyon rossz látni, hogy kointan így 2023-ról már nincsen ez a játék. És aki letölte, a fejlesztő, és annyi ahhoz, hogy csak így fogták, letöltek a játékot. Persze, miért letölték a játékosról, meg tudtak emlékezni a játékról. Itt is pont ez látszik a hátam mögött. Ez a videó erről szól. Mikor én megtudtam, hogy letölték, nagyon dühös voltam. És még most is, szóval a fejlesztő bandának, aki letöltette, egyetlen egy dolgot tudok üzenni. A jó édes kurva anyját bassza szájba. Én csak ennyit, itt is látszik, hogy 2013-tól 2013 még tartott, és ezért ez nagyon undorító volt, amit itt leművelt a fejlesztőben, de hogy letölték a játékot, persze mondom előtte meg tudtak emlékezni a játékosok, játék előtt be tudták élni a játék pályáit és dolgait, és ez szép volt, hogy meghagyták nekik, de egyébként ez nagyon undorító volt, hogy konytani. De melyik, hogy magát a játékot is letölték a Google Play-ről, még a Isten verte szerveket is eltüntették, szóval hiába töltöd le Google a internetről, vagy mit tudom én honnan, de neked ott nem tudsz el mit kezdeni, milyen már nem létezik szerver. Ez úgy volt, hogy letöltek a játékot a Google Play-ről, és egy ilyen kedves szöveg volt, hogy köszönjük, hogy támogattak minket pénzzel, meg bizalommal, és nem is tudom már mit írt a fejlesztő banda, de listom, nem érdekel, mit hánytak elénk, és ez is, hogy valaki egy csomó pénzt, meg időt fektetett el, és
Azokat sajnálom a legjobban, akik konkrétan építettek fel YouTube csatornát. Hogy most mi lesz velük? Most jó tudni, hogy gondolnak rájuk is. Mert így ők nem, egyszerűen már csatornáikon nem lesz több ilyen videó, és akik eddig rájuk feliratkoznak, nem lehet, hogy leiratkoznak, mivel már nem fogják tudni látni azt a tartalmat, amit akarnak. Nem értem. És nagyon undorító volt az, amit itt leművelt. Tényleg, hogy 2023-ban mindennek így megy le a minősége. A jó dolgok meg, mint ez a csolás műalkotás eltűnt. Azért itt is látszik, hogy a sárkányok kibaszott jól néztek ki. Meg tényleg jött egy új szaros sorozat, vagy film. Ők azonnal lemodellezték a sárkányokat, és betették a játékba. Persze, ezt kellett a játék izzanni, ezt tudom, megmondom. És ez azt hiszem a második, vagy az első innen a sárkányos játék lehet, de szerintem inkább az első. Aztán pár év múlva kijött egy harmadik kis, és így lett egy tök jó ilyen hármas játék, egy ilyen tologatós játék, ahol tudjátok azokat a szimbólumokat kell tologatni, hogy a játék lényege ennyi, és sárkányok képességét lehet használni, és hát összesen mondom azokat, ezt a három játékot. Rise of Birk, nem biztos, hogy ezt jól ejtem ki. Titan Opening. És ez az a csoda. School of Dragon. Mikor máskor jönne egy hülye reklám. Igen, hát és tényleg, nem tudom, ezt már mondtam, ez nagyon ilyen undorító, hogy konkrétan így szó nélkül, most semmilyen indok nélkül letölték. Ott még pár napig lehetett játszani vele, de gyanús, hogy már csökkentek a játékosok száma, és aztán a szerveket is meg letöltik, és nem értem miért, mert nem értem. És mondom, azok a sajnálom a legjobban, akik konkrétan elépítettek fel egy, azt is egy egész csatornát, akit tegnap is néztem, nem is tudom, hány videója volt ezzel, valami 1000, valami 100 000 környékén volt, és én nagyon sajnálom, meg hát magyarok közt is volt ilyen, nem csak külföldiek közt is. Tényleg a játék eredetés van, mert ezeket, amiket most láttatok itt, ezek saját gyártású sárkányok. És tényleg nagyon jó volt az érték, mert tök jó barátokat lehetett benne szerezni, el lehetett vele szórakozni, sárkány lovaglás, úgyhogy tényleg nagyon sok mindent lehetett csinálni. És hiába fogják ezt a műalkotást visszahozni, vagy valami hasonlót, az már nem lesz olyan jó, mint ez. Ez a csoda, ami nagyon sok embert a gyerekkora óta elkísért.